Mutatkozz be, kérlek! Kis Miklós úr, én a sztár, a legjobb, a király! Hozzá, te szeretsz enni? Még kell chips? Hazamentem, megnyitottam az Instagramot, csekkemről van egy kép. Érted? Üdvözlök mindenkit, Tari Ádám vagyok, és a mostani alkalommal egy érdekes témát, videót hoztam. Kis Miklós interjút hoztam nektek. Mint tudjátok, csináltam a 20 chips kihívást egy pár héttel ezelőtt, ahol ugye kerestem Kis Miklóst. Végül sikerült megtalálnom a srácot, viszont jelen helyzetben nem áll készen egy kölyök kihívásra, úgyhogy bele is kezdtünk a szálkásításba. Na de lényeg a lényeg, ki az a Kis Miklós, aki nem tudná, vagy így névről nem ismerne rá. Egy ilyen 4 évvel ezelőtt volt ő ilyen felkapott téma, amikor is csinált egy videót, vagy csináltak róla egy videót, ahogy ül és elmondja, hogy imádja a chipset, és hogy ő a sztár, a király. De ezt a videót szerintem mindenki látta, hogy mindenki hallott róla, mert eléggé népszerű volt, és eléggé, hát tényleg több millió emberhez eljutott. Mutatkozz be, kérlek! Kis Miklós vagyok, én a sztár, a legjobb, a király. Nem, elhagyjálok. Nem szeretsz megkínálni senkit, nem? Nem! Ami a tiéd, az a tiéd? Az enyém, az az enyém. Hát most gondolj bele, leesik itt a vércukrom, azt meghalok a geci. Úgyhogy nincs pofázni tovább, jöjjön, aminek jönnie kell, az interjú. Előre is elnézést kérek a képminőségért, a laptopomnak a kamerája eléggé szar, azóta már rendeltem egy új kamerát, webkamerát pontosabban, úgyhogy a következő ilyen Skype-os videó már sokkal jobb minőség lesz, HD minőség lesz. Összehoztuk ezt a beszélgetést nagy nehezen, elfoglalsz, ugye? 18 évesen muszáj elfoglaltnak lenni. Igen. Mit csinálsz most, hogy mit tevékenykedsz mostanság így a mindennapokban? Dolgozok. Iskola, ilyesmi? Járok. Hát már sikerült végeznem a középiskolával. Egyetemre nem tervezek menni, mert maximum okájézok valamit talán. Szuper. Jó, Oksi, ugye mert volt ez a videód egy, hát mi, 3-4 évvel ezelőtt, ugye ez a videó, amit elég sokan megnéztek, mindjárt meg is nézem, ez hány ezer ember nézte meg, vagy 600-700 ezer? Valahogy úgy vagyok. Facebookon olyan 2,5 millió körül volt, miért le lett szedve? Jézusom, az brutál. De mindjárt meg is nézzük. Az a baj, amúgy, hogy nem hoztam el azt a, vettem egy ilyen, hogy hívják ezt a softboxot, tőle ez a lámpa? Tudom. Baszki, nem hoztam el, baszki, most barátomnél vagyok, azt így, ja, így más. De amúgy csináltak róla ilyen reakció videót is, meg mit tudom én, ilyenek voltak, ez a leesik a vércukrom, azt meghalk a gecibe. Ez nagyon jó volt, reakció videó. Na most figyelj csak, kezdjük akkor ezt a beszélgetést inkább azzal, hogy ez az egész, ez hogy jött neked, hogy akkoriban mit csináltál? Tehát ugye akkor voltál egy ilyen 13-14 év körüli, ugye? Ha jól számolom. És akkor ugye mit sportoltál? Ugye foci volt az elsődleges sport neked, vagy csináltál más is a mellett? Hát amikor kisebb voltam, akkor birkóztam, ilyen negyedikes koromig, aztán úgy fociztam egy 2-3 hónapot, 4-et. Aha. És akkor aztán éppen egy ilyen délutáni baráti foci én voltam éppen. Akkor ez egy ilyen meccs volt, nem? Amin részt vettél te. Igen. Egy ilyen meccszerűség volt, jó. Igen, és figyelj csak, ezt a felvételt amúgy ki csinálta róla? Ez barátod volt, vagy akkori csapattárs? Egyik haverom. Aha. És akkor ugye ez nektek így mindennapos volt, vagy csak ez ilyen egyszeri alkalom, poénból, vagy így volt valami célod ezzel amúgy? Hát olyan különösebb célom nem volt, hogy lejöttem a pályáról, ilyen meccsheve után, nem kipihenve, ilyen hirtelen első ilyen reakcióból. Nagyon vicces. Utána ez az egész hogy zajlott le nálad? Ugye, mert az emberek, tehát úgy nézték, ugye, ismernek téged így, a kiskori énedet ismerik, ugye nyilván ezt a videót így nagyon megkedvelték, nagyon sokan nézték meg, de azóta nyilván nem hallani felület, tehát nem nagyon készült utána videó rólad, vagy így nem kezdtél el videókat csinálni, vagy így képeket posztolni, vagy ilyesmi. Ennek van valami oka? Vagy csak így szimplán nem akartál így az emberekkel nagyon beszélni? Hát ugye 14, vagy inkább 13 éves koromban úgy megijedtem ettől, hogy ez így mekkora dolog, és akkor úgy, hát úgy eléggé elegem lett abból, hogy minden ember úgy jön oda, meg ilyenek, hogy csináljunk egy képet, meg mondd már ezt, mondd már azt, ez unalmas az első 1-2 hét után. Hát aztán
meg hát igazából úgy voltam vele, hogy most már viszonylag lecsengtem, mert ez ilyen 3 év múlva, úgy, amikor olyan 16-17 éves koromban, akkor már ilyen 3 évvel később úgy voltam vele, hogy most már viszonylag le vagyok csengve, most már újra lehet, hogy nem is érdekelne senkit, és akkor így igazából ezért nem történt semmi. Igazság szerint ahhoz képest elég sokan reagáltak erre a videóra. Ugye most én kihívtalak téged egy, ugye a kajakhívásban volt ez a Kis Miklós Challenge, ezt nekem küldték amúgy elég sokan, hogy már az elmúlt másfél évben írják, hogy jaj, ez a húscsipsz kihívás, csináld meg a húscsipsz kihívást. Én mondom, hagyjál már a chips kihívással, nem is szeretem a, amúgy nem is szeretem a chipset, érted? Hát mondom, sima, tudod. Hát az sima lesz, mondom, az semmi. Húscsipsz, Kis Miklós meg tudja enni, akkor én is meg tudom enni. Hát nem. Hallod? Figyelj, kb. Mennyi volt? 10 zacskó chipset ettem meg, annyira szétbaszta a szájpadlásomat. Hallod? Kész voltam utána, tehát a 20 esélytelen volt. Ezt a videót posztolván az emberek elkezdtek írni, és pont ezzel kapcsolatban, hogy mi a helyzet veled, mindenképpen írjak már neked valami interjút, csináljunk már veled, vagy valami videót, vagy valami, és mondom, oké, akkor legyen egy kajakihívás. Ezért mondtam, hogy akkor legyen a kajakihívás. Hát igazából, majd hát egy később még lehet, hogy benne van. Szerintem az egész. Értem. Egy próbát megír. Jó, de amúgy most... sem poén, persze, poén lenne amúgy az is tudod, tehát igazából semmi komolyan ne gondolj, tehát most nézd, nagyon sok ilyen kihívásnak időt sem értem, meg így, ez ilyen poén, tehát nem tudom, láttad-e azt, amikor Tamáskával csináljuk a kihívást, ilyen pizzelvés amúgy, én ültem az asztalnál, az összeset láttam, na azért mondom, én ültem az asztalnál, Tamáské ült az asztalnál, meg Petra ugye barátnőm, és az is annyira. Tehát akkor volt neked ez 13 éves korodban ez a dolog, utána ez le is csengett egy 3 év alatt, és akkor figyelj csak, akkoriban tehát nem örültél neki ennek a hirtelen felpesgésnek, hogy annyi ember ment oda hozzád, és képet akart csinálni, meg videókat akart veled csinálni, meg úgymond elhíresültél, ennek nem örültél, mert szerintem az emberek többsége örülne ennek amúgy. Hát igazából ugye az első 2 hétben úgy örültem, aztán amikor úgy aztán meg megijedtem attól, hogy mekkora súlya van ennek az egésznek. Igazából ez csak egy poén volt, felét nem is gondoltam ugye komolyan. Persze. És hát hatalmas súlyjal mindenki jött oda, hogy ez, hát minden mondj, meg így, meg nem csinálsz képet, meg ez. Oh. Megijedtem a hirdév súlyától igazából. És ezért nem örültem neki ugye a további részébe. Hát az egy teltet egy-két hónap után, a videó után ugye, és akkor hát akkor nem örültem neki. A tanárok mondtak meg amúgy valamit? Már bocs, hogy közelben akkor. A tanárok mondtak ki valamit iskolába? Elment ez addig? Persze, elment. Már a másnap elment ez a tanárokhoz. Komolyan? Hát mondták, hogy így, hát hogy ilyen hülye vagy, meg hogy csinálok fel ilyen fasságot. Nagyon sírok. Jó, Istenem. De figyelj, ez egy nap alatt mennyi? Tehát mennyi ember nézte meg egy nap alatt? Az első napra nem emlékszem, de azt hiszem valamilyen 200 ezer körül volt. Ez ugye föl lett rakva, olyan délután 6 körül lehettünk. Igen. Délután 6 körül lehetett fölrakva. Aztán már úgy első éjszaka olyan 10 óra fele írta a haverom, hogy ez mennyire fel lett most kapva a Facebookon. Aztán másnap már ugye feldobta, mint hirdetés és saját magamnak. Hogy ott vagyok benne a videóban, és akkor hát utána így folyamatosan nőttek a számok, aztán 3 millión át leszedve egy hét múlva körülbelül. Másfél hétig volt fel Facebook. De utána le is szedted Facebookról végül? Vagy ez hogy nézett ki? Igen, le lett szedve, mert 14 évesen ugye még, akkor anyámék, azért most már anyám, nem, mondta, hogy nem maradhat fenn, mondta haveromnak, meg én sem akartam, hogy nagyon fenn legyen. Persze. 13 évesen megijedt tőle az ember. Persze, aztán ezért lett leszedve igazából. Értem. De amíg egyszer fölkerül, az ugye sose jön le onnan. Hát igen, nem tudom, most a YouTube-ra azt kirakta fel, nem tudod? Micsodát? Hát ugye ezt a videót, tehát nem ez a videó volt ugyanúgy feltöltve Facebookra, ami most van fenn a YouTube-on? Ez a, amikor ülsz és akkor mondod, hogy a chipset eszed? Az másik videó volt akkor? Ugyanaz a videó, csak nem ugyanazt töltötte föl.
Valószínűleg képernyő felülről felvette, vagy valahogy, lementett a Facebookról, és felrakta YouTube-ról, hogy ő majd ebből szerez magának nézettséget. Oké, utána akkor le lett szedve ugye ez mind, egyértelmű. Tehát le lettek szedve, hogy ne érjen téged bántás. De értem úgy bántás téged, bármilyen negatív kritika, vagy bárki bántott. Na oké, hogy persze oké, hogy képeket csinálnak, meg frusztráló, mert persze, valljuk be, én nekem is frusztráló volt, egyszer, kétszer, amikor fekszek Balatonon a parton, és jön oda a srác, hogy figyelj már, állj már fel, te vagy a Tari Ádám, nem? Mondom, igen, én vagyok a Tari Ádám. Hát akkor egy képet csináljunk már, és mondom, jó, oké. Érte, volt egy ilyen, amikor étteremben ültünk, és akkor ott áll két gyerek, érted, két. Mondom, srácok, mondom, sziasztok, most még kajálok, aztán majd utána megyek, jó? Fél óra. Tehát amúgy van egy frusztráló oldal, amit amúgy az emberek nem értenek, hogy persze jó az, hogyha népszerű vagy, meg amúgy van egy kurva jó oldal, persze az, hogy képet csinálnak benne minden, viszont amin kibaszott nagy negatívú, ami szerintem is rossz valamilyen szinten, az az, hogy nincsen magánéleted. Bárhova mész, akár képeket csinálhatnak rólad, felvételeket csinálhatnak rólad, és én nekem nagyon sok ilyen volt, hogy bementem egy boltba, aztán este, amikor hazamentem, megnyitottam az Instagramot, küldtek nekem ilyen képet, hogy szia, láttalak a boltba, csinálom egy képet, és akkor a seggemről van egy kép. Na, érted? Tehát mondom, haver, de oké, hogyha már csinálsz képet, akkor miért nem teljes testet csinálsz, érted? Vagy valami. Az a seggemről csinálod egy papali képet, nem mondom, kösz! Haver, hogyha ennyit, akkor jó, oké, fassa. Úgyhogy amúgy van egy frusztráló oldala is, igen, ami ugye ez, hogy az ember utána már, amikor pihenni akar, vagy úgy más csinálni, akkor nem nagyon tudja ezt megtenni, mert mindig van valaki, aki éppen képez akar, vagy apám fassa, kamerázik, vagy valami. Tehát ezt leszámítva, volt valami másik, ami, vagy más bántás, ami esetleg ért téged? Nem nagyon igazából. Szóval az emberek amúgy poénnak fogták fel, persze, nem gondolták komolyan. Hát igazából, jaj. Hallod, ezt szerintem az elmúlt 2,5 év alatt olyan 200-szor játszottam el. Tehát a kamerám az bazen mindig leesik, vagy de felborul, vagy valami. Na mindegy. Tehát igen. Tehát, hogy... nem, semmi bántás, nem ért mondom. Tehát, hogy ezen kívül semmi, csak olyan... idegesít egy idő után, meg látod, hogy az emberek nem oda jönnek, hanem elkezdik a hátad mögötti, meg hogy oda kiabálnak, és akkor nem tudom, azt hiszik, hogy majd, hogyha kiabálnak, akkor majd oda megyek, hogy ja, szia, amúgy, igen. Frusztráló, amúgy tudom, igen, ez a része viszont frusztráló, hogyha így csinálják. Tehát igazából akkor ezt így csinálták, így beszólogattak igen, neked, igen. Basztattak, hogy szevasz Miklós, meg a húscsipsz, meg mit tudom én, szeretsz enni, gondolom ilyeneket vágtak hozzá, hogy szeretsz enni, kell chips, vagy valami hülyeség, ugye? Féldisznót megeszed még, meg hasonló. Hogy mit, micsoda? Féldisznót megeszed még, meg izé, hasonló. Igen, tehát na ezt nem értik az emberek, hogy nyilván te poénkodtál a videóba, és végül ugye, tehát nem hitted volna, hogy ez lesz belőle, nem hitted volna, hogy most lehet, hogy azt hitted, hogy 100 ember megnézi, hogy osztálytársai rossz kész. Viszont ez azért pozitív szerintem, hogy most ezt csináljuk, ezt a videót. Látják az emberek, hogy... tehát az igazság, hogy ugye ők ez alapján ismernek meg, ismertek meg. Tehát hogyha valaki azt mondja, hogy mondjuk Kis Miklós, mondjuk, hogyha én mondjuk a saját korosztályomban ezt mondom, akkor nem tudják, hogy éppen ki az. De hogyha azt mondom, hogy mi is volt ez, amit mondtál a videóban, hogy én a sztár, a király a legjobb, vagy valami ilyesmit mondtál. Én a sztár. Hogyha ezt mondom, ha ezt mondom, akkor egyből tudják, hogy jaj, az a srác, aki ült a padon, és akkor izé ette a chipset, az nagyon vicces. Ez alapján tudják, hogy te vagy. Viszont ez a videó szerintem pont ez ellen lesz jó, hogyha feltöltjük, hogyha te is beleegyezel. Látják azt, hogy volt ez a korszak, ami azért nyilvánvalóan akkor még kisgyerek voltál, 13 évesen, mert nyilván most már az egy felnőtt srác vagy, 17-18 éves, most már nyilván máshogy gondolkozol, nem vagy hülye gyerek, és hogyha most ezt a videót megnézik és látják, akkor fogják látni azt, hogy te egy okos, értelmes, intelligens srác vagy. Én ezt gondolom, hogyha ezt feladjuk, akkor az embereknek ez fog lejönni, illetve azért lesz szerintem ez érdekes, Miklós, mert egy teljesen más arcodat fogják az emberek látni. A nézők látni, amit eddig nem láttak. Úgyhogy, igazság szerint én ennyit akartam ezzel kapcsolatban. Lenne egy ajánlatom számodra, amit már említettem neked.
ez ugye a test átalakítás, nem tudom mennyire szeretnél ezt az egészet, ez teljes mértékben rajtad áll, a teröntésed lesz. Ha szeretnéd, akkor elkezdtünk egy ilyen fogyószálkásító programot, nem tudom most amúgy hány kiló vagy, vagy hogy hány kilótól szeretnél, vagy kéne megszabadulnod, de ebben mindenképpen tudok neked segíteni, hogyha te is szeretnéd. Hát szerintem próbáljuk meg simán. Ja. Ugye próbáljuk meg, mert amúgy ez egy nagyon inspiráló videó is lenne rólad, illetve hogyha nem is csinálunk erről videót az átalakulásodról, egészségügyi szempontból ez fontos szerintem, mert az, az igazság, hogy azért most volt ugye egy sztori, ezt biztos te is hallottad, a srác, aki volt 300 kiló, ez gáz, nyilvánvalóan. Illetve nyilván azért, ha már valaki azért ilyen 200 kiló felett van, azért az már elég veszélyes kategória. Nem tudom te hány kiló lehetsz, viszont én azt gondolom, hogy szerintem, hogyha bemennénk egy ilyen mondjuk egy ilyen 90-100 kiló közé, egy mondjuk egy fél év alatt, az szerintem nagyon-nagyon szép eredmény lenne, vagy ha nem is fél év alatt, egy év alatt, mondom, nem tudom mennyitől kell megszabadulni. Tudod, hogy amúgy hány kiló vagy úgy durván? 140. 7 körül? Az nem sok. Az ahhoz képest, ha te akkor ahhoz képest, ezek az emberekhez képest te vékony vagy, esküszöm, vékony. Jó, hát figyelj, az nem is olyan sok, jó. De ugye a Tamáska, akit láttál a videóban, a pizzás videóban, ugye ő ott volt ilyen 230 akárhány kiló, tehát ő azóta nem tudom mi van vele, el van tűnve, a nézők ugye hiányolják őt is, hogy csináljunk már videót közösen, vagy valami pizzás videót, valami kajakívást. El van a csávó tűnve azóta, hogy fogalma sincs mi van vele, na mindegy, tehát 145-150 kiló alatt vagy még, az teljesen jó szerintem, az még easy, és az még szerintem egészséges diétával lecsapatható az a zsír, tehát nem kell semmi drasztikus diétát tolni. Jó, figyelj csak, oksi, akkor csináljuk már, azt mondom, hogy ha nem akarsz konditermi edzést, írok neked otthoni edzést, hogyha szeretnéd, ahhoz csak két darab kézisúzó kéne, de mondom, ezt majd még átbeszéljük, jó? Ezt az egészet átbeszéljük, akkor maradjunk annyiból, hogy akkor ebbe a diétába majd belekezdünk együtt, jó? És akkor majd kihozzuk a maximumot belőled. Jó, szuper, na figyelj csak, akkor még egy pár szót szóljál a nézőkhöz, aztán köszönjünk el együtt. Pár inspiráló szót. Hát köszönöm nekik, hogy még ennyi idő után se felejtettek el. Iratkozzanak fel rád. Te miért nem csinálsz csatornát? Hát igazából a technikai feltételek, ameddig nem annyira adottak, amennyire szeretném, ami ugye egy minimum minőség, amit itt belőttem, addig nem szeretnék ilyen. Mert most ilyen felrakok ilyen 480p-be egy videót mondjuk. Igen. És akkor utána az 3 év múlva, amikor mondjuk tegyük fel, fejlődne a csatorna, és akkor lenne rá anyagi rész is, ugye a YouTube-tól, vagy a szponzoroktól történik, akkor utána meg szedd le, és akkor ott van a videó, leszeded, és akkor tulajdonképpen fölöslegesen ültöd bele azt a munkát, amit megcsináltam. Igen, érthető. Jó, oké. Okay. Na jó, hát figyelj, igazából, ha mégis lesz majd csatornád, akkor meg majd bepromótáljuk, aztán majd csinálunk egy videót rá, és akkor lesz egy pár ezer ember követőd. Mit szólsz? Jó? Szuper? Jó. Na, jó, akkor figyelj, köszönjük a nézőktől, köszönjük szépen a figyelmet mindenkinek. És amúgy szerintem amúgy téged nagyon-nagyon szeretnek a nézők, tehát régebben is csíptek, meg most is fognak csípni ezzel a videóval, úgyhogy emiatt ne aggódjál, jó? Na, akkor még egy inspiráló szöveg, aztán csá, egy píszel, köszönjük! Hát, köszönöm, hogy ennyien néztek, meg figyeltek rám, hogy ennyire szerettek és várjátok, hogy legyek videóba. Iratkozzatok fel. Sziasztok. Peace. Jó van. De ciao, ciao. Köszönöm szépen a figyelmet, amit láthattátok. Hát kis Miklós már felnőtt, nem olyan, mint 4 évvel ezelőtt. Sokkal komolyabb és intelligensebb, okosabb srác, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel a videóval Miklós tisztára is moshatta magát, és az emberek többségének a véleménye megváltozik róla. Szerintem egy nagyon jó fej srác, és tényleg igyekszek majd neki segíteni a szálkásításban, fogyásban, ugyanis 158 kg azóta kiderült, és a cél az, hogy elérjük a 100 kg-ot a következő, hát fél évben. Úgyhogy fogjátok őt még látni
vékonyan is. Aki szeretne segítséget szálkásításban, fogyásban, tömegnövelésben, vastagításban, tudja mit kell tenni, látogasson el weboldalra, ami az aramtariprofizik.hu, vagy küldjön egy e-mailt az aramtari96@gmail.com-ra, és igyekszek minél hamarabb megválaszolni a kérdéseteket, illetve segítek a programot kiválasztani. Ha gondoljátok, kövessetek be Instagramon is, aramtariprofizik a nevem, nem sokára elérjük a 100 000 követőt, ami nagyon szép szám, én nekem már régi cél, úgyhogy aki gondolja be is követhet, hogy lássátok az ilyen posztokat, akciókat, edzéstervekre és étrendekre is. És aki nem tette meg, iratkozom fel még több hasonló videóért, hasonlóan érdekes és szórakoztató videóért. Tari Ádám voltam. Peace!